Köszöntöm a kedves nézőket itt az Ébredés műsorban. Egy barátommal, kedves lelkésztársammal fogunk beszélgetni, Prekopa Istvánnal. Kezdjük egy imával. Mennyi atyám, hálát adok neked azért, hogy itt lehetünk, hogy törődhetünk odafelvaló dolgokkal, olyasmivel, ami megdicsőít téged, ami bemutat téged. Köszönöm, hogy megismerhettünk, és hogy ez egy lehetőség a kedves nézőknek is, hogy megismerjenek, vagy közelebb kerüljenek hozzád a te tervedhöz, a te jó tervedhöz, hogy az életünk belekerüljön abba a harmóniába, amit te tervezted. Amen. Amen. Mutatkozz be, kedves István! Először is köszöntöm is a kedves nézőket. Hogy mondtad, Prekopa István vagyok, lelkész. Nem tudom, mit mondhatnék magamról. Házasságban élek, van egy nagyon gyönyörű, kedves feleségem, akivel épp most május 1-én ünnepeltük a 27. házassági évfordulónkat, és van egy gyermekünk. Ez már nagy vállalkozás. Az nagy vállalkozás, igen. Hogy lehet ez? Hogy jut valaki ilyen gondolatra, hogy bevállal öt gyereket? Igazából tehát mi ezen úgy nagyon nem gondolkodtunk. Tehát, hogy összeházasodtunk, gyakorlatilag a feleségem a Nászúton teherbe esett, és a negyedik után eszméltünk, mivel négy gyermekünk volt, ebbe olyan időszak, amikor három pelenkás gyermekünk is volt. Hát az egy nagyon nehéz időszak volt, és akkor utána tartottunk egy szünetet, és egy kis idő múlva, 6 évre rá született az ötödik gyermekünk. Úgyhogy nem annyira terveztük, hogy legyen, szerettük a gyerekeket, én is nagy családba nőttem fel, nagy családba születtem, szerettünk volna több gyermeket, úgyhogy ötöt kaptunk a jó Istentől, és örülünk neki, hálásak vagyunk értük. Hát ez nagyon érdekes, mert mi is körülbelül így voltunk, avval a különbséggel, hogy a felségemnek kétszer volt vetélése, úgyhogy már 4 éves házasok voltunk, miután a első született, és abba bíztunk, hogy az Úr tudja, hogy kell, mint kell, de azért elég hamar jöttek. A harmadik után már mondta a szülésznő, gyógyász, ahova a feleségem járt, hogy hát olyan szinten viszeres a lába, hogy nem lenne szabad többet vállalni, de hát gondoltuk, hogy nem ennek kéne ezt eldönteni. De aztán egy kicsit úgy meghátráltam, és mi nekünk pedig a negyedik és az ötödik között 7 év van. Neked is egy gyermek? 5 gyermek van, úgyhogy úgy hívom már átmenet a gyerek és az unoka között. Aha. Igen, el is lett kapatva őkkel, mert most már ő is egyetemista, mert úgy van, hogy 3 fiú és 2 lány. És hát a lányok azért elkigyeztették őt, ők azért szárjuk alatt vettek. Igen, nálunk is 3 fiú, 2 lány az arány. És te hogy tértél meg, hogyan ismerted meg az Urat? Hát gyakorlatilag én hívő családba születtem, tehát nekem már a szüleim hívők voltak. Úgyhogy hogy én ebben nőttem fel. Aztán 15 éves koromban hoztam egy döntést, hogy ezt a hitet én szeretném a magamévá tenni, tudatosan szeretném ezt vállalni, és akkor volt egy olyan időszak egy gyülekezetünkben, amikor így egy ilyen ébredési időszak, mint a műsor címe is, sok fiatal megtért, én is, és egy nagyon izgalmas időszak volt ez. Akkor voltam 14 éves, aztán ez úgy eléggé következetesen ragaszkodtam is, egészen a katonaságig. Ez a katonaság egy kicsit váratlan fordulatot hozott az életembe, meg voltam győződve, hogy a hitem az ki fog tartani a honvédség 1,5 éve alatt is. Hát sajnos, hogy ott azért belecsúsztam olyan dolgokba, ami aztán egy teljesen más irányba vitte az életemet. Tehát ott azért bejöttek olyan dolgok, amitől addig nagyon távol tartottam magam. Úgyhogy igazából, tehát mondhatom azt, hogy az igazi megtérésem az a leszerelés napján történt, amikor éreztem azt, hogy így ott a honvédségnél azért eléggé belemerültem így a
piálásba, az alkohol, dohányoztam. Tehát úgy minden, amitől addig úgy megvoltam óva, úgy kitörtem abból a burokból, és egyszerűen így belekerültem egy olyan társaságba, egy olyan helyzetbe, ahol hogy így csöstől jött be az életemben nagyon sok minden, és ahogy a leszerelés előtt éreztem, hogy tehát az az érzés volt bennem, mint amikor valakinek így a csapdába lép, és úgy érzi, hogy valami megfogott, és nem tudok ebből kijönni saját erőmből. És akkor nagyon határozottan éreztem, hogy itt az Istenhez kell, hogy forduljak, és az Istenhez kell, hogy kiáltsak, és abban a helyzetben aztán így az Istennel együtt kikapaszkodtam ebből a gödörből, és akkor hoztam egy döntést, hogy ide soha többet nem akarok visszacsúszni. Úgyhogy gyakorlatilag így ez volt az igazi megtérésem, ez a 23 éves lehettem akkor talán. Hát az a jó, hogy még az elég időben, még az elég fiatal. Igen. Én tínédzser koromban döntöttem az Úr mellett, és azért örülök nagyon, mert az élet nagy kérdéseinek előtte álltam. Párválasztás, hivatás, mindent így Isten kezébe tettem, és hát ez nagyon megtérült. Elkerültem sok mellékvágány, csapdát, de még azért te is szerintem elég kegyelem, hogy ilyen relatíve nagy balhék nélkül mehettél. Hát igen, ugye ott azért sok az a társaságban, amiben voltam, azért ugye nagyon sok lány volt a társaságban, és éreztem, hogy nagyon rossz irányba menne az életem, hogyha ebből nem tudnék kijönni. És nekem a házasság, a párkapcsolat az mindig egy nagyon-nagyon komoly kérdés volt az életemben, tehát ezt így tanultam otthon, így láttam otthon, és ebben nagyon szerettem volna megfontolt lenni, úgyhogy hát igen, azért hálás vagyok az Istennek, hogy még így a párválasztás előtt ebből sikerült kijönni ebből a helyzetből. Ez érdekes, hogy azért ebben a mai világban, akinek 5 gyereke van, az már valamit tud. Ez már látott közelről gyereket. Van azért nem gyakori, hogy ilyen családok legyenek. Bár egyébként a mi gyerekeink is szeretnének gyerekeket. Ennek azért örülök. És aztán majd meglátjuk, hogy menet közben mennyi lesz. Néha irigylem, mert hallok, vannak rokonaim is, akiknek már ilyen 15-6 unokája van. Ilyen kortársaimnak, barátaimnak, mi nekünk még nincs unokánk. De egyébként nekem is valahol a szívemben van a fiatalság, a sorsuk, mert bizonyos értelemben egy kicsit alá van aknázva a sorsuk, a jövőjük. Többeknek láttam azt, hogy nincs igazából veszélyérzete. Mondjuk tény, hogy mi azért egy más világban nőtünk föl, aminek lehet vitatni sok vonatkozását, de az biztos, hogy azért egy dolgokra alkalmas és magát elszánó embernek a megélhetése nem volt kérdéses. Tulajdonképpen majdnem mindegy volt, hogy milyen szakmát választ, nagyjából ugyanannyit lehetett keresni. Lényegében megélhettek az emberek. Ma ez egy kicsit máshogy van. Tehát én még eredetileg azt mondtam a gyerekeimnek, hogy az a való gimnázium, hogy megtanulják, vagy megértsék, hogy mi Isten terve az életükhöz, mivel van valami adottságuk, tehetségük, mi az, amit szívesen csinálnának, és akkor azt ki kell választani, és azt úgy kell csinálni, hogy mások fizessenek érte, hogy avval lehessen boldogulni, amit az ember szívesen csinál, mert azt tudja jó minőségben csinálni. Azt szoktam mondani, hogy a minőség nem megy ki a divatból. De ma egy kicsit már, mintha más lenne a helyzet, tehát úgy látom, hogy ma nem merem ezt mondani, hogy keress egy dolgot, amit szívesen csinálsz, és biztos meg tudsz belőle élni, mert kicsit úgy eltolódtak a dolgok. Ilyen pénzvilág lett, aztán valamivel biztos meg lehet élni, valamivel meg nehezen. Hát igen. Az elmúlt, tehát ez a generáció, amiben én felnőttem, amiben mi felnőttünk, mondhatom így, tehát
többet változott ebbe a generációba a világ szerintem, tehát én azt gondolom, mint előtte 100 év alatt. Tehát ennyire gyorsan szerintem a világ történelemben még nem változtak dolgok. Tehát ahogy felpörög, tehát ugye beszélgettünk az adás előtt, hogy hát még a számítástechnika egy kicsit más korszaka volt a mi gyerekkorunkban, nekünk még nem volt telefon, nem volt tévénk. Tehát és ugye most már egy teljesen más világ van, és ugye azt is látjuk, hogy elképesztő módon gyorsul fel minden. Ezért nem olyan régen foglalkoztam ezzel, hogy ma a tudománynak egy jelentős része azzal foglalkozik, hogy lehet a dolgokat gyorsítani. Tehát, hogy már mindenben van express, mindenben van rapid, mindenben van gyors, még gyorsabb, gyors étterem, gyors vonat, gyors, mindenben gyorsaság, és mégis kevesebb időnk van. Tehát, hogy minden gyorsabb, és mégis kevesebb időnk van. Hát ez egy érdekes dolog, és nyilván ez egy új kihívás nekünk is, hogy valaki azt mondta egyszer egy lelkipásztor, hogy egy olyan időben nőttem fel, amikor gyerek voltam, akkor is engedelmeskedni kellett a szüleimnek. Most, hogy felnőttem, és apa lettem, most is engedelmeskedni kell, de a gyerekeimnek. Hogy egész életemben engedelmeskedni. Tehát igen, tehát egy kicsit más a világ tempója, más és az új kihívásokat hoz nekünk is. És hát szerintem ezt a gyereknevelést, hát nem tudom, hogy lehet jól csinálni. Én azt szoktam mondani, hogy a legtöbb, amit a gyerekednek adhatsz, hogy jó házasságod. Hát az biztos. A gyereknevelés 50%-a, hogy jó a házasságod. Még semmit nem csináltál, de van egy olyan otthon, ahol szeretet van, békesség van, és példamutatás, nincs hűtlenség. És egy alapvető ahhoz, hogy valaki egy házasságot végig tudjon csinálni, mondjuk viszonylag jól, és egy jó házasság legyen, ahhoz egy erős karakter, és oda szántság, vagy mondom én szenvedélyesség, tehát én épp ahogy mondtad ezt, hogy a gyerekeidnek mit javasolnál, tehát én azt gondolom, hogy az egyik fontos dolog, hogy igazából bármit csinálnak, de amit csinálnak, szenvedéllyel csinálják. Tudnál erre valami igét mondani, hogy hát ha kiderül, hogy Istennek is tetszik ez a szemlélet? Hát igen, a Jelenések könyvében, számomra ez egy nagyon fontos ige egyébként a Jelenések 3.15-ben, ami így hangzik, hogy tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból. Hát ez egy elég, nem egy olyan bátorító ige. Drasztikus. Viszont, mint hogy az ige általában nagyon fontos alapelvet fogalmaz itt meg. És ugye számomra ez a szenvedélyességnek az egyik alapigéje. Egyébként a Bibliában máshol is, tehát ugye Mózesnek mondta Isten, hogy arra kell figyelnie, hogy az oltáron a tűz nem aludhat ki. Tehát ugye ez egy nagyon fontos feladata volt Mózesnek, és ott a papságnak, hogy az oltáron levő tüzet folyamatosan égve kellett tartani. Tehát az azt jelentette, hogy lehet, hogy éjszaka is fel kellett kelni, de hogy reggel azzal kellett kezdeni, hogy nem a Facebookot nézte meg, vagy nem is a fogmosással kezdte, vagy nem tudom, hanem rögtön azt nézte, hogy ége a tűz az oltáron. Hát ez, én azt gondolom, hogy az Isten szemléletében az, hogy valamit, ha csinálsz valamit, azt teljes szívvel csináld. Tehát van, ugye egyik helyen azt mondja az igen, hogy a te igened legyen igen, a nem pedig nem. Ugyan. És egy házasságban látom ezt, hogy amikor az oltárnál több fiatalt adtam már össze, és ott amikor kimondják az igent, hát... Akkor döbbennek meg. Hát, vagy aztán amikor elindul az élet, hogy mire is mondtam igent, vagy... De hogy ugye ott az emberek kimondják az igent, és ugye ott abban sokszor bele se gondolunk, hogy amikor az oltárnak kimondjuk az igent, akkor sokkal több mindenre mondunk nemet, mint amire igent. Tehát ugye
amikor én igen mondtam egy személynek, nemet mondtam gyakorlatilag az összes korombeli nőnek, vagy olyan nőnek, aki attól kezdve abba a szerepbe, amiben a feleségem került, már nem került. Tehát én azzal nemet mondtam neki, és azt is megértettem, hogy minél erősebb a nemem, annál erősebb az igenem. Tehát, hogyha a nemem gyenge, akkor könnyen bejön a harmadik személy, bejönnek az életem olyan dolgok, amik egyébként az igenemet tönkre tehetik. És azért ez a polaritás néha egyébként a keresztény életben, meg egyébként az életünkben sokszor fontos, hogy ott legyen, hogy az igenünk az legyen igen, a nem pedig nem. Tehát az igen, amikor csinálok valamit, amikor bármire azt mondom, hogy igen, akkor azt csináljam úgy, hogy az teljes szívvel. Tehát az legyen egy szakma, legyen az iskola, a tanulás, a házasság, és bármi az életünkben, ha szenvedélye csináljuk, akkor az jó lehet. És valahogy ezt látom így a gyerekeimnél is, hogy ez egy fontos alapelv. Hát igen, az igennek és a nemnek az 50 árnyalata, ja. Amivel hát igen, sokszor igen. Keresztényeknél is találkozunk, hogy az igen az talán, vagy majdnem, vagy lehet, hogy úgy hangzik, mint az igen, aztán a tények mutatják meg, hogy az illető mit gondolt alatta. Igen, igen, sajnos, tehát így a keresztények életében is ezt látom, hogy egyre kevesebb, egyre gyengébb a nem. Egyre gyengébb a nem, és ezért az igen is egyre gyengébb. Tehát igen, ez probléma. És én ezt azért, jó, én ahogy látom még az ilyen szüleimet, náluk az igen, az tényleg igen volt, és a nem, az nem. És ebbe próbálom így gyerekeimet is tanítani, megnevelni. Hát igen, akinek van egy gyereke, annak foglalkoznia kell a kérdéssel. Ott már merülnek fel. Én is azt szoktam mondani, hogy azelőtt volt öt elméletem a gyereknevelésről, most van öt gyerekem, és nincs egy elméletem sem. Igen, ez körülbelül így. Legalábbis a négy, aki úgy nagyon közel egymáshoz született, annyira más karakter, ha nem én lennék az apjuk, nem láttam volna, hogy ugyanazt a kaját ették, ugyanazt a igen. Nevelést kapták, és egyik ilyen, a másik olyan, nagyon különbözőek. Hát igen, és ahogy felnőnek, egyre jobban látszik ez a... Hogy más különbözőség egyre jobban kitűnik. És sok mindenre az az igazság, hogy ami az egyiknél bevált, nem biztos, hogy a másiknál is az a jó módszer. Igen. De egy biztos, hogy ezek a bibliai alapelvek, mint például az igen, igen, a nem, nem, ez mindenkire vonatkozik. Így van. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy én egy törvénytanító vagyok. Ugye mondjuk azt, hogy tanultunk ilyen törvényeket, ahogy a fizikában, matematika könyvekben be voltak keretezve törvények, amiket meg kellett tanulni, és az Archimedes törvény, az ennek annak a törvénye. Az én meggyőződésem az, hogy Archimedesnek nincs törvénye. Tehát a törvénye Istennek van. Az a törvény, amit az Archimedes felfedezett, az az Isten törvénye, ő csak felfedezte. Róla neveztük el, de ez az Isten törvénye. És én, ugye, hogy a Zsoltárokban látom, hogy Dávid mondja, hogy milyen gyönyörűségesek a te törvényeid, és gyönyörködöm benne, és éjjel-nappal keresem és kutatom, és ezen gondolkodtam, hogy hát mi lehet annyira szép abban a 10 parancsolatban, vagy a mózesi törvényekben, tehát mit lehet ennyit tanulmányozni, és hát ugye amikor megértettem, hogy gyakorlatilag az életünk teli van ilyen törvényekkel és törvényszerűségekkel, és ezt csináljuk, hogy felfedezzük, megértjük, és a Biblia rengeteg ilyen törvényszerűséget mond ki, vagy van elrejtve a Bibliában olyan törvényszerűségek, hogyha azt olvasom, kutatom, akkor megértek dolgokat. Tehát ahogy a vad és a nemes szétválik, és ahogy ennek a törvényszerűsége, hogy működik, hogy a vetésnek és az aratásnak a törvényszerűsége. Tehát hogyha valaki mezőgazdasággal akar foglalkozni, akkor muszáj, hogy a természet törvényeit megismerje. Nekünk is az élet törvényeit meg kell, és a törvényszerűségét meg kell, hogy ismerjük, és ezek sokszor hát ilyen törvények vagy törvényszerűségek, és így ez jó az, amikor valaki ilyen kutatóvá válik, és így keresi, hogy hova rejtett Isten egy-egy törvényt, amit ha megértek, akkor előrébb tudok jutni az életembe. Hát ez nagyon-nagyon érdekes ez a fölvetés az én számomra, mivel most vasárnap nálunk nem mindig van, de időnként van, hogy maguk a fiatalok szolgálnak. Most egy ilyen vasárnap volt a legutóbbi, és pont ezt az első Zsoltát hozta elő az egyik lány, és hát
neki is előtt a kérdése, hogy hogy lehet ott az van, hogy gyönyörködni kell a törvény, hogy lehet azon gyönyörködni? Ugye mikor mi hangoztatjuk, hogy nem vagyunk a törvény alatt, a kegyelem alatt, és hát én is elgondolkodtam rajta, hogy biztos, hogy a Dávid számára, mert mi mondhatjuk, hogy a Biblia, hogy a Bibliában gyönyörködünk, Isten szavába, élő igényébe, a leírtba, de nyilvánvaló, hogy amikor ezt a Zsoltáros írta, inkább szó szerint a törvény, még az Ószövetségnek a prófétai részei vagy a, sem voltak benne. De azt gondolom, hogy abban lehet gyönyörködni, hogyha az ember belegondol, csak kettőt kiemelek, mondjuk azt, hogy ne lopj. Hogy gyarapodás, újraelosztás helyett alkotás által. Hogy ez talán ilyen szigorú dolognak történik, amíg nem tőlünk lopnak. De mikor tőlünk lopnak, akkor rögtön megértjük, hogy hát ezt azért nem kellett volna. Igen, igen. És hogy ha nem lenne lopás, akkor nem lenne szükség ennyi biztonsági szakemberre, eszközökre, ami azért óriási összegeket emészt fel. Nem kellene attól félni, hogy nem kellene zárkózni, dugdosni. Ez komoly pénzt és energiát szabadítana fel. És igen, kiütne igen. Fontos dolgokat, mint például a félelem, ami egy nagyon rossz dolog. Igen. És akkor ha azt mondjuk, hogy ne ölj. Én még voltam katona. A lövészeknél voltam, de ott is voltak harckocsik. Egyetlen egy harckocsi lőszer annyiba került, mint egy Trabant. És a javadalmazása az 30 lőszer volt az a minimum, de háborús viszonyokban majdnem 50-et is beleraktak. És ez csak maga a lőszer. Tehát az a fegyverkezésre, ami pénzzel megy, hogyha, és ez a lőlés miatt, meg a pusztítás miatt van. Semmit nem építenek a fegyverek, senkit nem gazdagítanak, csak a gyártót, vagy aki becsap, aki eladja, abból mennyi nyomorúságot lehetne enyhíteni. Igen, hát elég rövid törvény egyébként, a meglopj, talán a drága legrövidebb. Drága a törvényszegés. Igen, igen. Az emberiség nagy árat fizet ezért. Igen. Igen, hát ez érdekes. Számomra nagyon izgalmas a, ezeknek a kutatása és ezeknek a megértése, hogy amik így el vannak rejtve, és ezeknek a megismerése az igéből. És ugye az ószövetségi bölcsesség, irodalom, úgy a zsoltárok, a példabeszédek, a prédikátorok, meg egyáltalán a bölcsességirodalom az élet bölcsességéről szól. Tehát a zsidók nagyon tanulmányozták, hogy hogy lehet praktikusan, észszerűen élni, hogy az ember jónak jó dolga legyen a Földön, és ugye erről szólt az ószövetségi bölcsesség irodalom, és sok olyan dolgot mondanak el, amik nagyon egyszerű, nagyon triviális bölcsességek, csak a példabeszédek könyve. És nagyon sok minden van, ami el van rejtve. Nekem nagyon érdekes például a termodinamika második fő törvénye, ugye az entrópia. Az entrópia törvénye. Ugye az pont erről szól, amit itt felolvastam az igébe, számomra, hogy tehát ugye a rend az, hogy a lakásban van mínusz 10 fok, meg plusz 500 vagy 1000 fok. Ez normális, és akarjuk, hogy legyen. Csak fontos, hogy a mínusz 10 fok az a hűtőben legyen, a plusz 500 fok, vagy 1000, nem tudom mennyi van a kazánba, hogy az viszont ott legyen, és az ott is maradjon. Tehát ugye ez a rend. És amikor ugye azt mondja ez a törvény, hogy ha nem, nincs bevitt energia, hogy akkor elindul ez a kiegyenlítődés, tehát hogy lehűl a kandalló, felmelegszik a hűtő, és ez a rendetlenség irányába visz, és én ezt látom egyébként lelkileg is. Tehát, hogy ez az entrópia, hogy eltűnnek ezek a tehát, hogy ez a közömbösség, ez a eltűnik a szenvedély, eltűnik az odaszánás már dolgokért nem tudunk égni. És hát, és fontos, hogy dolgokat tudjunk betenni a mélyítőbe, hogy le tudjunk fagyasztani. Tehát a hidegnek egyébként nagyon fontos szerepe van az életünkben. Igen, igen. És nekünk is vannak dolgok, amiket az életünkben le kell fagyasztani. Aztán valamikor elő kell menni, tűzre tenni. De hogy... Ja, igen, tehát ez egy
Ez az entrópia egyébként az életünk nagyon sok területén, hogyha nem viszünk be energiát, akkor a dolgok ugye nem az összerendeződés, hanem a szétesés irányába esnek, és ez így látszik a vallásos életben, a családi életben, a házas életben, mindenhol látszik ez, hogy tűnnek el ezek a keretek, és úgy kezdenek kiegyenlítődni ezek az értékek. Vagyis elveszni. Igen. Igen. Hát én emlékszem, hogy láttam többször ilyen plakátokat, amin különféle ilyen házaskurzus hétvége programokat szerveztetek. Erről mesélné, hogy ez hogy alakult, vagy miért? Esetleg valami tapasztalatot, hogy megosztanál? Igen. Én nagyon sokáig vállalkozó voltam. Én volt egy vállalkozás, amit 2000-ben gyakorlatilag felszámoltam, és akkor egy alapítvány meghívott egy gyermekekkel foglalkozó alapítvány, a Reménység Magyar Alapítvány, egyébként sokan ismerik is, meghívott vezetőnek. A feleségem volt a kuratőrümben, a tanárképzésnek a vezetője, és 5 évig dolgoztunk, ott foglalkoztunk, gyermek anyagokat fejlesztettünk, tehát így ez volt így a fókuszban, gyerektanítókat képeztünk, és ahogy ezzel foglalkoztunk, mindig a szívemben volt, hogy tudunk segíteni a gyerekeknek. És emlékszem, egyszer jött egy pszichológus, egy előadást tartott, és ahogy beszélgettünk, ő mondta, hogy ha a gyerekeken segíteni akarsz, akkor meg kell keresni azt a közeget, ahol ők a legtöbbet vannak, ami a legjobban hatással van rájuk, és ez pedig a család. És akkor kezdtem így a család felé fordulni, és a családdal foglalkozni, és amikor a családdal elkezdtem foglalkozni, akkor megértettem, hogy a család, ahhoz, hogy egy család jól működjön, ahhoz kell egy jó házasság. Az igaz. Tehát úgy elkezdtünk a házassággal foglalkozni. Úgyhogy valahogy így kerültünk ez a házasság témához, aztán 5 évig voltam ott az alapítványnál, és utána, amikor elkezdtük az alapítványunkat, a regeneráció alapítványt, ennek az egyik fő tevékenység vagy célkitűzése a gyermekek, a fiatalok és a család, védelem, házasság. Úgyhogy egyébként, ahogy a házasságokkal elkezdtem foglalkozni, akkor értettem meg, hogy ahhoz, hogyha a házasság jó legyen, ahhoz a férfival kell foglalkozni. Tehát igazából a férfihez jutottam, és egyébként most nekem a fókuszban szinte leginkább a férfiak vannak, férfiak kerültek. Mert azt mondják, hogy az a fej, és hát a fejtől bűzlik a hal. ez így van. Így van. Így van. És, de azt mondja az ige, hogy a feleség feje a férfi, mint ahogy a férfi feje az Isten. Tehát ugye az a helyzet, hogyha a férfinek nem feje az Isten, és nem tud feje lenni az Isten, akkor a férfi sem tud feje lenni a családba. Tehát az alap kérdés az, hogy nekünk férfiaknak van-e kapcsolatunk az Istennel, van-e beleszólása az Istennek az életünkbe, mi tudunk-e időt szállni, tudunk-e. Tehát én azt gondolom, a férfiaknak a legfontosabb feladata, hogy az Istennel való kapcsolatot megtalálja és ezt tápolja. Igen. Ez az origó, innen indul ki minden. Na de ugye visszatérve még a házas programokra, tehát igen, körülbelül 15 éve foglalkozunk így házas párokkal, tehát házas kurzusokat szervezünk gyakorlatilag rendszeresen. Elindult egy programunk, körülbelül 10 éve csinálunk házas wellness programokat, ezt ilyen wellness szállodákba szoktuk szervezni. Az egy ilyen testi-lelkivel lesz, úgy szoktuk hívni. És rendkívül hasznos egyébként, és rendkívül jó a házas pároknak az, amikor van egy olyan elkülönített idő, amikor csak ketten lehetnek egy olyan helyen, ahol egyébként is jól érzik magukat, mert minden, tehát tudnak együtt vacsorázni, együtt reggelizni, el tudnak menni egy szaunázni együtt, fürdeni együtt, és aztán ugye a házas programokon ott vannak, és mindazt, amit hallanak, arról tudnak beszélni, és nagyon hasznosak, nagyon erősek szoktak lenni ezek a házas hétvégék. Most nagyon régen szerveztük a mézes napokat, ez egy két hétvégés alkalom volt, tehát úgy érzem, hogy így a szolgálatunkban az a házas program itt valóban egyre
jobban kezd az előtérbe kerülni. Ennek nagyon örülök, mert én is meggyőződésem, rég rájöttem erre, hogy sokszor a család sérülésein kerül be a démoni befolyás az embereknek az életébe, sokszor már gyerekkorban is. Senki nincsen igazából tudatában, mert nem látszik, csak a tüneteket észlelik, ami nem feltétlenül utal az okokra, de az okok megszűnése nélkül, meg az okok helyrehozása nélkül nyilván nincs igazi gyógyulás sem. Viszont gondolom, hogy az, hogy ilyen hosszú ideje csináljátok, azt mutatja, hogy látjátok az értelmét, meg van eredménye. Tudnál pár példát mondani, hogy amilyen szépre emlékezel? Hát igen, ugye én mondjuk azt szoktam mondani, hogy a fiataloknak is, hogy próbálok az időmmel takarékoskodni, spórolni, ezért mindenképpen szeretném, hogy eljönnének egy egyes oktatásra, hogy minél kevesebbet kelljen foglalkozni, majd később, minél kevesebbet kelljen később foglalkozni, majd a esetleg tönkrement házasságokkal. Az nem jelenti azt, hogyha voltak egyes oktatáson, esetleg nem lehetnek mély problémáik vagy válságaik a házasságban, de azt gondolom, hogy nagyon sok minden elkerülhető a megelőzéssel. Tehát én nagyon határozottan a prevenciónak vagyok a híve. Nagyon sok házassággal foglalkozunk, ebben vannak eredmények, de az a probléma, hogy legtöbbször a házaspárok akkor fordulnak segítségért amikor valahova, amikor már a probléma annyira nagy, hogy kicsi az esély arra, hogy a házasságot meg lehet menteni. És ezért én azt szoktam mondani a házas kurzusra is, vagy a házas wellnessre, hogy nem elsősorban azoknak van ez, akiknek a házassága már a tönk szélén van, hanem egyszer valaki azt mondta, hogy azok eljött egy házas kurzusra, és végcsinált, tehát egyébként egy már több mint 20 éves házasság, 20-25, ha nem is a hány éves házas, nem fiatalok voltak, 12 gyermek volt a családban, tehát nem is kis család volt, és komoly hívő család, és azt mondta a férj, hogy én azt gondolom, hogy ez a házas kurzus, ez nekünk azt jelentette, mikor az ember utazik a vonaton másodosztályon, és amikor elmegy a büfékocsiba és átmegy az első osztályra, akkor nézd, hogy így is lehet utazni. Tehát, azt értett meg, hogy élünk valahogy házasságban, nagyon sokszor ilyen ösztörösen éljük a házasságot, és ez lehet jobb is. És nagyon sok probléma elkerülhető. De nagyon sok házaspártól kapunk rengeteg visszajelzést, hogy újította meg a házat. Egyik házas wellness után azt mondta az egyik, szintén egy 10 gyerekes család, vagy házas pár mondta, hogy, és mondta a feleség, hogy hát ő még életében ennyi figyelmességet, ennyi kedvességet, ennyi szeretetet nem kapott a férjétől, mint amit ezen a hétvégén. Tehát, hogy lehet ezen javítani és megelőzni a problémákat, én azt gondolom, ez nagyon fontos, és nekünk ez az egyik nagyon fontos célkitűzésünk, hogy beszéljünk a házasságról, és tanítsunk fiatalokat, tanítsuk a házaspárokat akkor még, amikor nincsenek nagy problémák, tehát amikor még a helyzet javítható. Igen, ez nekem is nagyon fontossá vált, mi is ezt csináljuk a gyülekezetben, én sem adok olyanokat össze, akik nem végeznek el egy ilyen alapvető tanulmányozást. Igen. Pont ezért, amit te is mondasz, hogy nyilván minden házasság egyedi, vannak dolgok, amire nem lehet fölkészülni, meg van egy csomó, amire föl lehet, és az a feladatunk is. Azért mégis esetleg kedveznél a nézőknek elárulni, hogyha még nincsenek is nagy bajban, és nem tudnak eljutni egy ilyen hétvégére, hogy mire hívnád fel a figyelmet nekünk férfiaknak, ami valószínűleg elvileg a szívünk mélyén lehet, hogy tudunk, de már egy kis ismétlés. Hát ez... Tehát, hogy mondtam, én azt gondolom, rajtunk férfiakon nagyon sok múlik. Van egy nagyon érdekes tendencia, én nagyon figyelemmel követem a Magyarországon a férfiak klubja mozgalmat, és nagyon sokat tanulok tőlük, és ennek a vezetője Bedő Imre,
mondta, hogy van egy jelenség ma, hogy a válást azokat 73%-ban, több mint 70%-ban nők kezdeményezik. Érdekes. És ugye azért érdekes ez, mert a házasságot, a párkapcsolatot viszont a nők akarják. Tehát a nők keresik, ők vágynak rá, hogy jöjjön a fehér lovon a herceg, és végre megismerjék életük párját, és találkozzanak a szerelemmel. És egyszerre egy idő után pedig beszéltem egy barátommal, aki vállóperes ügyvéd, és megkérdeztem, hogy te hogy látod ezt a praxisodban, hogy tényleg így néz ki a helyzet, hogy a nők válnak, és ők, és azt mondja, hogy nála 90-95%-ban azt mondja, gyakorlatilag alig van férfi, aki beadja a vállópert, a nők adják be a vállópert. Tehát mi történik abban az időben, hogy akarnak a nők házasodni, és amíg eljutnak oda, hogy már nem akarnak együtt élni a férjükkel. Tehát mi történik? És ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos megérteni a férfinek a szerepét a házasságban. Én azt gondolom, hogy ha egy nő a férjétől megkapja azokat, hogy az emberi szervezetnek szüksége van mindenféle nyomelemekre, vitaminokra, fehérjékre, enzimekre, stb., hogy egészségesen tudjon működni, a női léleknek, de a férfi léleknek is egyébként, de a női léleknek is szüksége van nagyon sok ilyen lelkértelembe vett ilyen vitaminra, nyomelemekre, amit csak a férjétől kaphat meg. Tehát vannak olyan dolgok, amit csak a férjétől kaphat meg. És ezért mondja az ige, hogy ti férjek, szeressétek a ti feleségeiteket. És én azt gondolom, hogy nekünk férfiaknak az egyik dolog, amit meg kell, hogy tanuljuk, meg kell, hogy tanuljunk, hogy mit jelent szeretni. Mert ugye a szeretet, az attól kezdve szeretet, amikor az valamilyen módon láthatóvá válik. Beszél az ige arról, hogy a hitről, hogy mutasd meg a te hitedet cselekedetek nélkül. A szeretetet is így lehet bemutatni. Hogy lehet a szeretetet látni, hogyha annak nincsenek cselekedetei? Na most ezt meg kell tanulni, a szeretetet kimutatni. Egyáltalán a nyelveket ugye, hogy használják. Ezt a szeretet nyelvét, egy Chapman könyveket ismerjük jól. Igen, ugye a női depressziónak az elsődleges oka az az önbecsülés hiánya. Tehát én még nem találkoztam olyan nővel, aki teljes mértékben elégedett önmagával. Én is azt szoktam mondani, hogy akkor lesz női férfi egyenjogúság, hogyha egy nő kövéren és kopaszan végig tud menni úgy a körúton, hogy ő elragadó. Hát igen, de egyébként én azt gondolom, hogy a férfinak az egyik legfontosabb feladata, tehát ugye mire vágynak a nők? Arra vágynak a nők, hogy a külsejét dicsérd. Persze nyilván nem csak azt kell dicsérni, és a nőben nagyon sok minden van, amit látni kell, és tudni kell dicsérni, de a nőknek talán legfontosabb az, hogy a külsejét dicsérd meg. Vegyél észre rajta mindent, hogy fogyott, minden nap fogyott. Nem felejtheted el, hogy a fodrásznál volt. Így van. Vedd észre, mindent vegyél észre. Azt is, ami nem történt meg. Tehát, tehát a férfiaknál viszont, ami fontos, a férfiaknál, amit dicsérni kell, az a teljesítmény, a férfiak teljesítménye. Tehát ugye a férfiak arra vágynak. Tehát én engem nem az, igen, érted, de nem arra vágyom, hogy dicsérjem, hogy milyen jó kép, vagy a férfiak csúnyák, a nők szépek, tehát ez így van rendjén. A teljesítmény, nekünk ez a fontos. De tehát ezt megtanulni, hogy nincs az a dicséret mennyiség, nincs az a bók mennyiség, amit ne tudna egy női lélek felszívni. És azért én napi szinten, hát 15-20-szor biztos, hogy mondok valamit. Én nem bókolok, nem a feleségemnek, én csodálom a feleségemet. És ezt minden nap sokszor kifejezéseit juttatom. Amikor meglátom, amikor találkozok vele reggel, este, mindig elmondom neki, hogy... És ez, ugye azt addig kell tenni, amíg ő el nem hiszi, hogy ez így van. Aztán tovább kell menni, hogy aztán te is hidd el, hogy így van. Hát igen. Amikor már mind a ketten elhisszük, hogy ez így van, akkor már nincs kérdés, akkor már végig tud menni a körúton, úgyhogy... És én azt gondolom, hogy ennek, tehát a szeretet kifejezésének, tehát mindenféleképpen és mindenféle módon
ezt kifejezni, én azt gondolom, hogy ha egy nő ezeket, és ezt a szenvedélyt, ami egyébként ugye a szenvedély, én azt gondolom, és nekem meggyőződésem, hogy a szenvedélyt a férfi hozza, és a férfi képviseli a családban is egyébként. Ha megnézzük a költőket, a művészeket, a felfedezőket, tehát ugye a sportba, ugye ahova szenvedély kell, de a házasságban, a szexualitásban is, ugye, tehát hogy a férfi szenvedélyre szükség van. Tényleg a sporttól ijesztőek, nem? Amikor kifejezetten ezek a szuperizmos nők. Ja. Igen, hát ugye nem, most már sok mindenki egyenlítődik, már a nők is teszik ugyanazt, mint a férfiak. Már ezek a különbségek lassan eltűnnek, de valahol, és nagyon érdekes, engem mindig megfog, mert többször mondtam, hogy a Petőfit nagyon szeretem, és a Petőfinek ugye ő sok, meg hát a legtöbb költő, meg hát a művészeket mi ihleti meg, a szerelem, a nő az ihleti meg, és a férfiben benne van, egyébként minden, szerintem minden férfiben van elveszve egy kis költő. Tehát van, akinek ez jobban sikerül, van, akinek kicsit ügyetlenebb, De valahogy ki kell hoznunk magunkból ezt a költőt, és ezt a művészt, hogy a feleségünket, a költészetünk tárgya kell, hogy legyen. És hogyha ezt tudjuk tenni, én azt gondolom, hogy az a feleség, aki ezt megkapja, az a feleség az nem akar elválni. De ugye ami nagyon nagy probléma ma a világban, ez a nagyon nagy egoizmus, amit láthatunk, hogy ez az öncélus, hogy azt számít, hogy nekem jó legyen, hogy én elvegyek mindent, ami... Ugye a Bibliában a szeretetnek három szintje van. Ugye azt mondja az ige, hogy ha azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, azért nem jár pont. Igen. Tehát, hogy azt mondja, hogy akkor ugyanolyan vagy, mint a pogányok. Igen. Mint a hitetlen. Az nem kell. Tehát ez bárki tudja hozni, ezt a szintet. Na most, ha sokszor a házasságban is eddig tudunk elmenni, hogy ha én megkapom tőled azt, amit én elvárok, akkor én is megadom. És az a cserekkereskedelem ugye történik. Abban a pillanatban, hogy már én többet adok bele a házasságba, akkor ott már egy kicsit úgy kezdünk visszafogni magunkból, és akkor innen itt álljon meg a menet. De hát ez igen tovább megy. És szoktam mondani ezt a 24 karátos szeretet a cél. És nem csak a 14. Hát a 24 karátos szeretet a... Ugye ez a 14 karátos, az is egy értékes, hogyha szeretem azért, hogyha szeret. Ugye a Biblia tovább megy, hogy szeresd a fele barátodat, mint önmagadat. Fel a barát az, aki már nem a rokonom, nem a társam, hanem az utcaembere akár, tehát ismeretlen idegen, ugye lásd az irgalmas samaritánus történeténél beszélít Jézus. Akkor tovább megy a Jézus, és azt mondja, hogy szeressétek a ti ellenségeiteket. Ez a 24 karátos szeretet. Ja, az ez azt jelenti, hogy az azt jelenti, hogy amikor összeházasodtam, akkor hoztam egy döntést, hogy szeretni fogom a feleségemet. Ez egy döntés. És ezt a döntést, ezt meg kell hozni minden nap. Van, amikor ez a döntés könnyű, van, amikor nehéz. Tehát erről szól a házasság. Ezt a döntést, ezt mindig meg kell hozni. És az ellenség az nagyon sokszor az, aki a legközelebb van hozzám. Hogyha összeveszünk, abban a pillanatban ellenségé válik, akit az előbb még szerelemmel szerettem, egy vitával már lehet, hogy egy kanálvízbe tudnám megfojtani, de pont akkor kell, és amikor elviselhetetlenül nehéz, akkor kell szeretni. És hogy ezeket a döntéseket meghozni. Tehát a szeretetünkön kell állítani talán nekünk férfiaknak, és én azt gondolom, hogy a szeretet egyébként az az egyik legférfiasabb dolog. Az nem egy női. Igazából a szeretetnek is van egy női aspektusa, és van egy férfias aspektusa, de én azt gondolom, hogy alapvetően a szeretet az egy férfias dolog. Akkor, hogyha így tudok szeretni. Igen, igen. Tehát az a kis majom szeretet, ha szeretlek, hogyha te is, akkor abban nincs kihívás. Tehát ugye a kihívás az, amikor és attól kezd férfiassá válni a szeretet, ott tud formálni, mikor már akkor is szeretlek. Tehát ahogy Jézus, tehát hogy
hogy aki már akkor szeretett, mikor mi bűnösök voltunk, aki annyira szeretett, hogy az életét adta értünk. Tehát, hogy ugye ebbe kell nekünk tanulni Jézustól. Hát igen, igen. Ez szerintem is nagyon-nagyon fontos, hogy mi férfiak. Ez mindig úgy van, hogy van jó is, rossz is. Jó az, hogy van remény, mert rajtunk is sok múlik. Hogyha mi ki lennénk szolgáltatva, az kényelmesebb lenne, de viszont nem lenne remény. Igen. Úgyhogy az mindig úgy jó, hogyha látjuk a lehetőségünket, hogyha mi többet teszünk bele, fölcsavarjuk ezt a lángot, ezt a szeretetet, láthatóvá tesszük, átültetjük a gyakorlatba, hogy a feleségünk értékérzetének a táplálását. Tényleg így van ez, hogy az igazi ellenség, az ördög az azon van, hogy rombolja az embereknek az önbecsülését, mindenkiét. Igen. De nyilván most van egy-kettő, aki meg túlteng, az legalább olyan veszélyes, de azok ma nagyon kevesen vannak. Azok talán a társadalomra veszélyesebbek, de viszont nagyon sokan küzdenek ilyen önértékelési gonddal, azok is, akik abban vagy tőlem ezekbe a kategóriákba gondolkodnak, tehát a kifejezéssel nagyon használják. De a bátortalanságban, a passzívságban sokszor ez van, hogy nincs az a Isten ott, aki szintan átüzet, aki adná Igen. az ő. Mert ugye egy boltban annyit lehet eladni, ami van a raktáron, vagy amit folyamatosan behoznak. És ahhoz, hogy tudjuk így nyújtani ezt a fajta szeretetet, fontos, hogy mi is tudjunk Istentől átvenni, Igen. tudjunk föltöltekezni. Kreativitást, ő a legkreatívabb. Ő az alkotó. Igen, igen. Tőle lehet. Én is ilyen nem nagyon kreatív alkat vagyok, de arra figyelek, hogy a házasságomban, meg a kapcsolataimban tudjak Isten eszközévé válni, és mennyei kincseket továbbítani. Igen, de ettől de mi férfiak nagyon ösztönlények vagyunk. És ebbe kell nekünk fejlődni, hogy ebből az ösztönösségből kéne. Én sem vagyok kreatív, egyébként én is kínlódok ezzel sokszor. Feleségem csomó dologban sokkal kreatívabb, mint én is. Sokszor a gyerekek felé is a szeretet kifejezése benne sokkal gazdagabb, de tehát ezt tanulni kell. De hogyha beszélünk róla, akkor tudunk tanulni. Tehát, hogy senki nem születik úgy, hogy mindenhez ért. Tehát, hogy egy festő szakmát meg akarunk tanulni, akkor tanulunk. Korábban 3 évet, most nem tudom, mennyi idő alatt lehet megtanulni, vagy villanyszerelő szakmát is. Anyagismeret, eszközök, technikák. És hát a házasság előtt meg gyakorlatilag semmi nincs, hanem azt gondoljuk, hogy az megy magától. De hogyha beszélünk ezekről, tehát, és ezeket a törvényszerűségeket egyébként, amiket megértjük, és elkezdjük működtetni, akkor láss csodát, működnek a dolgok, és senki nem születik úgy, hogy ez ott van benne, vagy ha úgy is születünk, de elromlik időközben, és ezt újból kell tanulni, és ez egy nagy tudatosság kell. Nekünk ez a célunk, tehát minden egyes, egyszerűen beszélni kell róla. Az asztalon kell tartani a témát, és akkor ja, nekünk is az sokat jelent, hogy beszélünk róla, és ahogy beszélünk ezekről a dolgokról, a házasságról, ezekről a témákról, így mindig emlékeztetjük magunkat is, emlékeztet minket az ige, ahogy készülünk, és kénytelenek vagyunk alakulni, meg tanulni ebből. Igen, igen. Hát. És a gyülekezet egy nagy család. Tehát ott is gyakorlatilag ezek érvényes dolgok, és ott is kell ezt állandóan táplálni. Mi nálunk, mi azt csináljuk, hogy havonta egyszer van egy ilyen alkalom, ahol külön vannak a férfiak és a nők. Nem csak ezt a maszkulin-feminin témát rágjuk, de azért ez előjön, hogy cserkentsük magunkat. Mert én is azt gondolom, hogy el vagyunk hívva, hogy nagyszerű férvek és kiváló apák legyünk, és ez nem megy a mi aktív közreműködésünk nélkül, tehát mennyei atya a gerjesztéseket, információkat, sok segítséget, tényleg nagy a kegyelem, de mindent meg kell tenni, ami rajtunk áll, igyekezni kell, és van remény. Tehát én is azt látom, hogy nincs olyan elrontott szituáció, meg kilátástalan helyzet, amiből Jézus igaziból ne tudna jót kihozni, ha tényleg az ő kezébe tesszük. De a legjobb dolog az, hogyha már előre figyelünk rá, és ő
ő már előre súg, hogy érnek meglepetések, kudarcok is, de az a kegyelem, hogy a feleségünk is megértő, és amikor mi szorulunk rá, akkor pedig ő tud minket bátorítani. Abszolút így van. És táplálja a férfiasságunkat talán jobban, mint érdemeljük, de én is úgy vagyok, hogy ebben nem szabad visszaélni, inkább ezt egy kegyelemnek kell tartani, Istennek hálásnak lenni, és minden rajtunk állat megtenni. Hát igen, én is azt gondolom, hogy a fiatalokat is ez egy valamilyen szinten érdekli, de biztos, hogy félnek tőle. Tehát az, hogy ma kevés az igazi házasság, abban azért egy ilyen félelem van, hogy nyilván láttak nem igazán jó mintákat, és azt nem akarnák követni, és nem nagyon látták a jó mintákat, ami fölbátorítana. Úgyhogy szerintem ez egy küldetésünk, hogy beszéljük arról, hogy Istennek egy elrejtett kincse. Hát abszolút. A felvilágosodásnak van néhány nagy vívmánya, sajnos. A legtöbb az gyakorlatilag rossz. Ezek közül az egyik az individualizmus, ugye ami gyakorlatilag, ugye mit jelent ez, hogy még korábban az volt a képlet, hogy a társadalom legkisebb alapegysége a család, ugye ez egy individualista gondolkodáson belül pedig a társadalom legkisebb alapegysége az individuum, vagyis az egyén. Az egyén szabadsága az mindennél fontosabb. És ugye ez, ahogy szépen kúszik be a társadalmi normák közé, ez szépen kúszik be a gyülekezetbe is. És ez az elköteleződés, hogy bármilyen rendszernek, bármilyen, akár legyen az gyülekezet, vagy társadalom, vagy valamilyen intézmény, aminek én magamat alávessem, attól már úgy fázunk, és úgy nem akarunk. És az elköteleződéstől félünk és tartunk. És azért van ugye, hogy nagyon sokan nem házasodnak, hanem élettársi kapcsolatban vannak, mert nem akarunk elkötelező felelősséget vállalni. És ez érződik a fiatalok, és nem mernek házasságot kötni, félnek, szoronganak, teli vannak szorongással, ezt én is látom és tapasztalom. Hogyha egy egészséges értékrend növünk fel, amiben egyébként a Biblia nagyon sokat segít nekünk, hogyha az értékrend határoz meg minket, ami a bibliai értékrend, akkor ez a félelem nincs. És akkor az elköteleződéstől nem kell félni. Igen. És hát az én is néha úgy mutatom be a feleségemet, hogy itt van az, aki nélkül én nem vagyok egy teljes ember. Tehát bizonyos értelemben tényleg így van, ahogy mondod, hogy az nem csak egy ilyen szófordulat, vagy egy ilyen költői kép, hogy nem jó az embernek egyedül, meg hogy Isten ad egy hozzánk illő társat, hanem valójában rászorulunk. És egy nagy áldás rész Isten tervéből onnan jön. Nekem is az forradalmasította a gondolkodásomat, mikor megértettem, hogy a házasságot Isten a bűnbeesés előtt szerezte. Arra gondoltam, ha az életnek csak erről az egy területéről ki lehetne az ördögöt pöckölni, az egy paradicsomi helyzet lenne. És akkor komolyan kérdeztem Istent, hogy igaz ez, hogy itt nagyobbak a tétek, mint amit mi a jó házasságokban látunk. És azt mondta az Úr, hogy ez így van, és most is érvényes. És akkor rájöttem, és akkor még vőlem, vagy mennyasszony jelöltem se volt, hogy akkor erről beszélj, apukám, mennyei apukám, mert nem sok témám, nem sokat hallottam prédikációt, tanítást erről én sem fiatal koromban. Igen. Főleg ahhoz, hogy milyen fontos terület, tehát hogy az életünknek milyen fontos része, és hogy mennyi jó lehetőség van benne, és hát nyilván az ördög mindent, amit Isten adott és jó, megpróbál alásni, ellopni, megrongálni. Tehát őre azért jobban oda kell figyelni, és így én nekem is Isten fölhívta a figyelmemet, és nagyon hálás vagyok neki, és természetesen a társamért is. Úgyhogy ez én is szeretném bátorítani a kedves nézőket is, hogyha úgy érzed, hogy van feljebb, mert mindig van feljebb, akkor érdemes. Először magadban a tüzet egy kicsit följebb állítani, átgondolni mindazt, amit már most is látsz, hogy jó, amiért hálás lehetsz a társadnak,
és hogyha eldöntöd, hogy miért ne újulnánk meg, tudjunk bele többet, fogjunk össze újra, akkor mindig lehet följebb. És én is azt gondolom, hogy Isten egy olyan pluszt ad azokra, akik komolyan veszik az ő szavát, akik az ő terve szerint próbálnak működni, amit az több, mint a mi kettőnk együtt. És azt nem is szabad kihagyni. Hát szerintem imádkoznunk a kedves nézőkért, a házasságukért, a családjukért, esetleg a gyerekeikért. Kezdenéd? Köszönöm. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te vagy a házasságnak a szerzője, és köszönjük, hogy te adtál nekünk az életünkhöz egy ilyen használati utasítást a Bibliában, Uram, amiben nagyon sok mindent megtanulhatunk, láthatunk, magunkra ismerhetünk, és láthatjuk a hibáinkat, megláthatjuk, mint egy tükörbe, hogy hol vannak a gyengéink, mi az, ahol erősödnünk kell. Uram, hálát adunk neked a te ígédért, köszönjük, hogy ez egy ilyen etalon az életünkhöz, egy ilyen mérőzsinór, amihez hozzá mérhetjük az életünket, és akarunk, Uram, ott változni, ahol talán már az önzés, az egoizmus egy kicsit úgy rászabadult az életünkre. Uram, szeretnénk kifordulni ebből, és mások felé fordulni, a feleségünk felé, és szeretni őt, a gyermekeinket szeretni, és értük élni, és tudjunk mások felé, így a társadalomba és az emberek felé. Uram, segíts ebben, hogy tudjunk növekedni, és imádkozunk, Uram, azért, hogy te mutass utat, Uram, így a fiataloknak is a házasságban, a párválasztásban, és taníts ebben minket, és adj elkötelezett segítőket ebben az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Édesatyám, én is hálát adok neked a házasságért, házasság intézményéért, ezért a dologért, hogy férfi és nő összekapcsolhatja az életét, és hogy ez egy gyümölcsöző kapcsolat lehet. És most imádkozom a kedves nézőkért, az ő házasságukért, gyerekeikért, családjukért, hogy mint az ellenség megrongált, az derüljön ki, és derüljön ki az, hogy nálad van gyógyulás, van megépülés, és a te segítségeddel van megújulás. Én imádkozom azért, hogy amik jók, azok is még jobbak lehessenek, hogy tudjuk gerjeszteni a szívünkbe a tüzet. Mi is hálát adunk a társunkért, és hogy lássuk meg azt, hogy tényleg megajándékozottak vagyunk ő vele, és hogy tudjunk egy friss erőt meríteni abból, hogy együtt mindenféle akadály, problémát le tudunk győzni a te segítségeddel. Amen. Amen. Hát remélem, hogy érdemes volt velünk lenni. Én nagyon köszönöm, kedves István, magam is megerősödtem itt egy pár jó gondolattal. Fölvérteződök. És kívánjuk, hogy minden kedves nézőnek Isten szerinti legyen a kapcsolatrendszere.